Szemerej Leventét, a Szekszárdi Sportközpont válogatott középtávfutó kiválóságát nem lehetetlenítette el a járvány miatti megváltozott élethelyzet. Az operatív törzs elvárásainak is megfelelve magányos farkasként végezte alapozó edzéseit, többnyire lakóhelye szedves környéke kínálta nagyszerű természeti környezetben. A 3000 méteres akadályfutás U23-as Európa-bajnoki negyedik helyezettje, magyar reménysége úgy készült eddig, mint a 5 vagy 10.000 méter lenne a versenytávja, éppen arra készül, hogy egy 10.000 méteres távú töltésfutáson letesztelje magát ezekben a napokban. Szerintem ez jó, fel tudtam készülni, majd lesz egy felmérőm is jövő héten. Jövő hét szombaton futunk egy 10.000-et Szekszárdon. És akkor utána készülünk tovább akadályra. Gondolkoztuk azon, hogy pályán vagy kimenjünk a Gemenc töltésre, és akkor majd ott fogunk kimérni egy 10 kilométeres szakaszt. Sajnálja a 20 éves futó, hogy a budapesti Európa-bajnokság a nyáron elmarad, ahol bemutatkozhatott volna a felnőttek között. Még nem tudja, milyen versenyen indulhat az idén először, de ez nem foglalkoztatja annyira, mint az idei fő célja. Legalább 10 másodpercet, vagy ennél még egy kicsit többet is szeretne fejlődni főszámában a 3000 méteres akadályfutásban. Egész pontosan 8 perc 50 másodperc legyen már évvégére az egyéni legjobbja. Európai ranglistán az első 50-be, 40-be benne lehet lenni. Ami 20 évesként az azért nagy dolog. Amennyiben sikerülne Szemerei Levente idei terve, további motivációnak számítana, hogy azonnal tagja lenne a Magyar Atlétikai Szövetség által már most összeállított keretnek, akikre a 2023-as budapesti világbajnokságon számítanának. Nem kis feladat fél év alatt a legnehezebb középtávfutó számban ennyit fejlődni. Úgy látja, magában hordozza ennek a lehetőségét. Az állóképességem az mindig, és hát sose volt olyan jó akadályra készülni. Minden évben volt egy 2-3 hét kihagyásom talpsérülés miatt, amikor akadályom, hogy ráléptem edzésen az akadályra, vagy éppen beteg voltam. Tavaly 4 hónapig folyton beteg voltam. Idén nem volt semmilyen kihagyásom, tehát szerintem nagyon jó állóképességem lett, ami majd akadálya jó lesz. Sokszor gond a magyar atlétikában, hogy nincs meg idehaza egy-egy tehetségnek a riválisa, akivel ádász csatákat megbívva vinnék előre egymást. Nos, Szemerei Levente ebből a szempontból nézve a dolgokat szerencsésnek is mondható. A kecskeméti felfedezés, az 5-10 méteren felbukkant kiemelkedő tehetség Palkovics István, az ex-szekszárdi tréner Németh Gyula tanítványa ugyanis az idén már 3000 akadályon is versenyez majd. Volt edző Németh Gyula tanítványa és a Palkovics István, ő is akadályra készül, most majd már előre megbeszéljük, hogy van, amikor majd ő fog nekem segíteni akadályon, van, amikor majd én fogok neki. Szerintem jó versenyek lesznek idén. Kettőjük külön harcának már mindenképpen van egy biztos nyertese, a magyar atlétika.